migránsok, migránsok, migránsok. Erről lesz szó végig, ha a válaszokat nézzük. Migránsok, 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 migránsok. Nemzeti konzultáció, migránsok, migránsok, migránsok. Gazdaság is emlegi, migránsok. Tudod, miről nem hallunk? Nem hallunk arról, hogy az oktatás helyzete milyen, nem hallunk arról, hogy a fizetésünk emelkedett és milyen jó nekünk ma, nem hallunk arról, hogy mekkora hiány, nem hallunk arról, hogy, hogy áll az egészségügy, nem hallunk gazdaságról valójában, hogy hol tartunk, nem arról, hogy milyen jó lesz, na meg a migránsok. Maradj itt velem és nézd végig! Szeva, szörülök, hogy újra itt vagy, belendült a forgalom a csatornán. Talán már feltűnt, hogy elkezdtem újra és ismét és mindig Orbán pénteki Kossuth Rádiós interjúit kommentálni. Ez lesz most is, azonban néha nem tudtunk ellenállni annak Gergővel, akivel közösen csináljuk ezeket a videókat, hogy ne nézzük-e meg esetleg talán, és hát a téged is érdekel, hogy régen minket mondott Orbán Viktor, mert hogy most miket beszél, azt látjuk. De régen pont az ellenkezőjét mondta, úgyhogy ha ez érdekel, akkor itt egy kártyán megtalálod az előző videót, ami kikerült a csatornára. Ebben a régen mondott, éppen az ellenkezője tartalommal elhangzott üzeneteit hallgathatod meg. Most viszont rátérünk a most Pénteki interjúra. Szerintem érdekes, úgyhogy nézd meg, én már megnéztem. Szenvedj velem! Tegnap véget is ért az Európai Uniós állam és kormányfők csúcs találkozója, ahol több fontos kérdést is megvitattak a tagállamok vezetői, köztük a háború, a migráció és a versenyképesség témáját. Ezekről is kérdezem a következő fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ezekről is kérdezem, csak ezekről fogják kérdezni, mert ez a Fidesz üzenete. Valós kérdésekre valós válaszokat most nem fogunk kapni, de háborúról, migrációról, arról fogunk hallani bőven. Tegnap a csúcsra érkezve három csatát említett, amelyet meg kell vívni, elsőként az Ukrajnai háborút. Aztán Zelenszki ukrán elnök bemutatta önöknek a győzelmi tervét. Milyen volt ennek a fogadtatása az állam és kormány főkörében? Két csoportból áll az Európai Unió az ukrán háborúval összefüggésben, vannak a többiek meg mi Így tudom leírni a helyzetet. A... Hát én azért ezt nem csak az ukrán háborúval összefüggésben tudnám leírni, hogy vannak a többiek, meg vagyunk mi, az Európai Unióban. Vannak azok, akiknek jól megy, és vannak azok, akiknek rosszul, ezek vagyunk mi. Vannak, akiknek sikerül bevezetni az eurót, és hát vagyunk mi, akik már egy évtizede várunk erre, hogy hát, ha összeszedi magát a magyar gazdaság, annyira, hogy lesz eurónk itt. Tehát az, hogy ő a háborúban teszi ezt a különbséget, vagy a háború kapcsán, az most itt lehet, hogy passzol, de valójában nagyon sok mindenben tök egyedül van Magyarország, mert hogy Orbán Viktor képviseli. Orbán Viktor úgy gondolja, hogy ő egyenlő Magyarországgal, ezért amikor ő szembe megy az Unióval, akkor bizony sajnos mi is szembe megyünk. Majd egyszer megírják a történészek, hogy ez hogy alakult ki, de ugye Magyarország a kezdetek kezdetén bejelentette, hogy mi nem akarunk részt venni a háborús erőfeszítésekben. Ma az Európai Unió összes többi országa benne van a háborúban. Egy pillanatra azért állnék meg, mert hogy ugye azt te is tudod, hogy az, hogy valakint nem akar részt venni a háborús erőfizetésekben, ez nem jelent mást, mint hogy nem mutat szolidaritást egy szuverén, ám de egy által megtámadott állampolgáraival. Ezt jelenti az, amikor mi nem akarunk részt venni háborús erőfizetésekben. Ugyanis nem hiszem, hogy tudnál egyetlen EU-s polgárt mutatni, aki háborúzni szeretne. Nem hiszem, hogy van egyetlen EU-s államfő, kormányfő, amelyik azt választaná, hogy háború legyen béke helyett. Itt ez nem egy választás. Az történt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és az a kérdés, hogy mi kiállunk-e mellettük. A szabadságukat féltő, az országukért harcoló, úgy mondanám, hogy hazafiak mellett, akik védik a saját hazájukat. Vagy pedig azt mondjuk, hogy ne, menjetek a levesbe, mi ebből ki szeretnénk maradni. Ez a leggyávább, leg, legerkölcstelenebb és a magatartás, meggyőződésem szerint. Legalábbis én arra tanítom a gyerekeimet, hogyha bárkit gyengébbet, egy erősebb megtámad, bánt, akkor bizony védje meg, akkor is, ha nincs esélye. Az Unió egészének viszont, és Ukrajnának, nem beszélve arról, hogy a világ más részeiről is támogatják az ukrán törekvéseket, hogy megvédhessék magukat, bizony még esélye is van. Tehát Orbán Viktor igazából egy agresszor pártjánál egy elnyomott népe szemben. Van, ezt erősebb nyelvezettel mondja, van, aki finomabbal, de tulajdonképpen mind arról beszélnek, hogy ők vívnak egy háborút Oroszország ellen. Nem közvetlenül ütköznek össze Oroszország meg kettő között ott van Ukrajna, és az ukránok harcolnak a frontvonalon, ők is halnak ott meg, de valójában az Európai Unió úgy viselkedik, mint egy hadviselő fél. És Magyarország a legelején világosá tette, hogy ez egy rossz stratégia, tehát rosszul van kalkulálva, ezt a háborút nem lehet megnyerni, az ukrán-orosz konfliktust a fronton nem lehet elrendezni, tehát a háború egyre erőteljesebb fokozása helyett tárgyalások kellenek, egyezkedések, diplomácia, kontaktus, és meg kell próbálni valahogy lezárni a háborút minél hamarabb. Akár az lenne a legjobb Orbán Balázs szavait idézem, hogyha megadták volna magukat a legelején, akkor tényleg nem lenne háború, csak egyszerűen egy állam elfoglalt volna egy másikat. És milyen tök jó lenne, mert nincsen háború. Igaz, hogy Ukrajna se lenne, igaz, hogy az ukránok elvesztenék a szabadságukat, a szuverentásukat, a függetlenségüket, elvesztenék a nyelvüket, a kultúrájukat, de legalább nem lenne háború. És itt azért feltenném a kérdést, hogy melyikünk gondolja azt, hogyha Oroszország ilyen könnyen átment volna Ukrajnán, mert ugye azt tervezték, hogy három nap alatt lerohanják és bekevelezik. Megállna a határnál? Mert arra azért felhívnám a figyelmét, még Orbán Viktornak is talán tudja, hogy Ukrajnával mi már bizony szomszédosak vagyunk. Jó lenne nekünk, hogyha Oroszország lenne a szomszédunk. Nem áll elemi érdekünkben, hogy megmaradjon köztünk egy pufferállam ha másért nem nettó cinikus önérdekből nem lenne hasznosabb számunkra, ha támogatnánk Ukrajnát, hogy ne a mi területünkön folytatódjon ez áború? Én azt gondolom, hogy de. És erre bizony van történelmi tapasztalatunk is, hogy az oroszok nem álltak meg Ukrajna határánál. 56-ban Magyarország volt Ukrajna. Hogy minél kevesebben halljanak meg, Ukrajna minél kevesebb területet veszítsen, egyáltalán hogy mi, magyarok és általában az európaiak is visszatudjunk térni a békés élethez. Na most a visszatérés a békés élethez, a Ne halljanak meg ukránok című cucc, mert ez nagyon jól hangzik, csak olyan demagógia, amit azt hiszem bárki, hát hogy egy kereséssel ellenőrizhet, hogy az ukránok bevonultak civilek lakta területekre, gyakorlatilag halomszámra gyilkolták le az ott élőket válogatás nélkül. Öregeket, időseket, fiatalokat, gyengéket, férfiakat, asszonyokat, mindenkit. Tehát, hogy ne halljanak meg annyian, ez gyakorlatilag semmi más nem jelent, mint hogy feladták volna saját magukat. Undorító ez, amit Orbán elvár másoktól, miközben ő arról beszél, hogy még a unió ellen is harcol. Azzal kezdődik ez az interjú, hogy három csatát említett. A nagy harcos Orbán azt mondja, hogy mindenki tegye fel a kezét, akit Oroszország megtámad. Ez a mi vezetőnk ma ne kelljen milliárdok dollár és euró milliárdokat küldeni a háborúba, és elégetni ott ezt a rengeteg pénzt, ne kelljen szankciókat bevezetni, ne tegyük tönkre az európai kereskedelmet, ne tegyük tönkre az európai energiarendszert, ne hozzunk létre egy olyan helyzetet, amikor az energiárak hirtelen megnőnek, óriási inflációt gerjesztve, ne csináljuk azt, hogy az európai gazdaságban a gáznak az ára az négy-ötszöröse az amerikainak, ne csináljuk azt, hogy a villamosenergia ára Európában kétszer-háromszor akkora, mint Amerikában, mert akkor a gyáraink nem tudják majd eladni a termékeiket, nem lesznek versenyképesek, tehát ezt mind ne csináljuk. Most ezt mind ne csináljuk, az Unió számos tagállama, amikor kitört ez a háború, észbe kapott, és rájött, hogy az oroszoktól való függés bizony Automatikusan ezt csinálja, hiszen ők diktálják az energia árát, tőlük veszük. Mi, magyarok, drágábban veszük, volt egy évvel ezelőtt mondjuk, mint a románok, háromszor annyiért vettük mi. Általában is drágábban veszük, de végképp drágában veszük bármilyen szomszédos államnál. Az lenne a megoldás, és az Unió számos tagállama arra az útra lépett, hogy függetlenedik az orosz energiától. Napelem, szélerőmű vagy máshonnan szerzik be akár a kőolajat, a földgáz, vagy bármit, és kiépítenek vezetékeket. Ehhez képest Magyarország mit csinál? Egyre szorosabban kötődik az oroszokhoz. Egyre erősebb függést alakít ki Orbán Viktor Magyarország-Oroszország viszonyában. Paks, erről szól, erről szól, hogy 15 évre szerződtünk le az oroszokkal, hogy valami hihetetlen áron vásároljuk meg a gázt. Erről szól Orbán politikája. Ez volt a magyar álláspont, és azt is mondtuk, hogy és ennek a vége vereség lesz. Hát bizony, ennek a vége vereség lesz. Ő meg, ha jól értem, már az elején feladta volna. Tehát már miért nem az elején lett vereség? Miért a végén? Én remélem, hogy ez nem egy önbeteljesítő jóslat. Én azt gondolom, hogy ha az Unió, Amerika megtartja azt a jó, becsületes, szolidáris, erkölcsös viselkedését, hogy megvédi a gyengébet egy agresszorral szemben, akkor nem feltétlenül vereség lesz ennek a vége. Már csak azért is remélem ezt, mert ahogy az előbb mondtam, nem szeretném, hogy Oroszország Magyarország szomszédja legyen. Mert még a végén kedvelt kap, ha már idáig eljutott, miért nem mehetne tovább? Ha emlékszel, a háború elején Putyinnak volt egy olyan beszéde, ahol elmondta, hogy igazából az 1990-es állapotokat szeretné visszaállítani, visszaépíteni a Szovjetuniót. Hát nem tudom, emlékszik-e még arra a nézők közül bárki, de én már vagyok annyira öreg, hogy igen, hogy akkor bizony az oroszok alatt éltünk. Szarul. Én azt hiszem, a rendszerváltás pont arról szólt, nem így szeretnénk élni. Most, most itt állunk. Tehát most a másik 26 ország döbbenten kellett, hogy meghallgassa Zelenszki elnököt arról, hogy most akkor neki van egy győzelmi terve. De hát eddig milyen volt? Hát azt hittük, eddig is egy győzelmi terv szerint haladnak ez a cinikus kinéző, pedig milyen volt, milyen jót mondtam mi, tehát megtámadnak egy országot, és azt kéri számon rajtuk, hogy nincs egy győzelmi terve a megtámadottnak. Védekezési terve volt, túlélési terve volt. Az volt a terve, hogy úristen megtámadtak, valahogy meg kell védeni a hazámat. Putyinnak volt egy terve, hogy három nap alatt lerohanja Ukrajnát. Ehhez képest az ukránoknak sikerült ellenállniuk két éve, több mint két éve lassan, Két és fél éve tart ez a háború, megvédték magukat eddig sikeresen. Ez egyfajta győzelem. Nem tervük volt, hanem a valóság az, hogy még van, létezik Ukrajna. Eddig milyen volt? Eddig milyen most van egy győzelem? Zelenszky azt mondta el, hogy a háború menete átfordítható, hogy bizony meg is tudják nyerni, ki tudják zavarni az oroszokat Ukrajna területéről. Erről beszélt Zelenszky. Nem ilyen cinikus pöcsfejeknek, mint Orbán és hát nem csak. De kiderült, hogy nem. Az, ami eddig tervként létezett, arról kiderült, hogy az a vereség terve. Most erről át akarnak váltani a győzelem tervére. Mi azt mondtuk, én is ezt mondtam tegnap, hogy mi ebben nem veszünk részt. Mi ez, ez, ez nem a mi győzelmi tervünk, és szerintünk kívánjuk az ukránoknak, hogy legyen igazuk, de ezzel a győzelmi tervvel nem lehet nyerni, ezzel megint csak veszíteni lehet. A feladás helyett, ugye, tehát nem győzöm ismételni, hogy Orbán Balázs azért mégiscsak a Fidesz vezető politikusa elmondta, hogy szerinte nem is kéne védekezni. De érdekes módon azóta számos Fideszes, hát a Holdudvarhoz tartozó történész és politikus próbálja átértelmezni 56-ot, hogy igazából milyen jó, hogy nem segítettek nekünk 56-ban, mert így legalább megmaradtunk. Hát mekkora kamu hazugság ez, megmaradtunk 40 év orosz-szovjet uralom alatt. Szuper jó volt, ezt sírják vissza, erre dolgoznak. Szerintem mi nem ebből kérünk. Erről volt egy, hát egy, egy izgalmas beszélgetés, ahol nekünk jeleznünk kellett, hogy mi ezen a háborún kívül vagyunk, eddig sem vettünk benne részt, és ezután sem fogunk benne részt venni. És erre még büszke is. Ezután sem leszünk szolidárisak, ezután sem mondjuk el a gyerekeinknek, hogy bizony mi kiállunk azok mellett, akiket megtámadnak attól tartok, hogy Oroszország majd tovább jön, akkor a nyugat joggal fogja azt mondani, hogy hát Magyarország, ő azt mondja, hogy ilyen kusba kell lenni, nem kell megvédeni azt, akit éppen megtámadtak. Mire számítunk mi, ha az oroszok esetleg tovább akarnak jönni? Te örülnél annak, hogyha újra kötelező nyelv lenne az orosz? Örülnél annak, hogyha újságírókat ölnének meg, ugyanúgy, mint Oroszországban? Ha az ellenzéki politikusok sorra vagy börtönbe kerülnék, vagy nyílt utcán lelőnék, pisztolyjal őket? örülnél, hogy a sorra ugrálnának ki a ner szembeni cégvezetők a 9. emeletről öngyilkosként? Örülnél egy ilyen világnak? Hm, én nem. Mekkora esélye vagy kockázata van a harcok intenzitásának a növekedésének, vagy a kiszélesedésének akár, mert a Bild információi szerint Zelenszky azt is felvetette, például, hogy ha az oroszok ismét megindulnak mondjuk Kiev felé, akkor néhány hétre lehet Ukrajna attól, hogy mondjuk atombombát fejleszten ki. Láttam a sajtóban az erről szóló beszámolókat, az, amit én hallottam személyesen Zseneszki elnöktől ez a megbeszélésen, abból, abból ezt nem hallottam ki. Ugye fordításokon keresztül kommunikálunk, ezért lehetnek árgyalati különbségek, amit az ember nem észlel. De nekem nem úgy tűnt a tárgyalások során, hogy az ukránok komolyan gondolnák azt, hogy ők atomhatalommal fejlesztik magukat, amit elég nehéz is elképzelni egyébként. De megriad az ember, tehát ennek a lehetőségétől is. Tehát, tehát, önmagában a helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy egy ilyen létező, nem létező, nem felfedett, félig titkos, vagy teljesen titkos, vagy talán nem is létező ukrán terv, az ilyen pánikszerű hullámokat tud vetni az európai közvéleményben, mert mindenki ez, hogy olyan közel vagyunk ennek a lehetőségéhez, tehát hogy a háború egyszer csak berobban egész Európában, mindenki érzi, hogy ez olyan közel van, hogy táptalaját adja ez a helyzet az ilyen félinformációknak. Úgyhogy erről inkább meg kell győződnünk még, a szolgálataink dolgoznak azon, hogy akkor tisztázzuk, hogy tényleg van-e valami atomfegyver építési terve Ukrajnának. Most az, az apróságot azért Elfelejteni, mondani Orbán, hogy Putyin környezetéből heti szinten hallani az azzal való fenyegetőzést, hogy atomot fognak bevetni, ha még egyszer bármi történik, és itt ezer dolgot lehetne mondani. Az, hogy elfelejti Orbán, hogy az általa, a, bocsánat, az általunk finanszírozott e, origó naponta fenyegetőzik világháborúval. Nem, hogy Európa majd háborúba keveredik, világháború lesz. Ezzel ők megállás nélkül fenyegetőznek, megállás nélkül keltik a feszültséget, megállás nélkül riadalmat keltenek benned, bennem, gyerekeinkben, idősekben, fiatalokban, mindenkiben Magyarországon. De itt úgy csinál, mintha ez most Zelenszkij fenyegetőzése lenne. Nem, valójában Putyin és a slepje fenyegetőzik egyfolytában, amire ráül Orbán és a propaganda médiáján keresztül szét fenyeget mindenkit ezzel. Mármint ezzel a képpel. Valószínűleg, hál' Istennek, ez ma még nem reális veszély, csak bízni tudunk benne. Egyébként az érdekes, hogy egyre több politikus az, aki a békéről beszél, de talán már Krötte NATO főtitkár fogalmazta meg legpontosabban tegnap a nyugati álláspontot, amikor azt mondta, hogy Ukrajnának az erőpozíciójából kellene megkezdeni a tárgyalásokat Oroszországgal. Tehát a tárgyalásokig vezető utat azt másképp látják, mint ön. Mekkora esélyt lát arra, hogy lehet konszenzusra jutni, és mondjuk elkezdődhetnek a tárgyalások rövid határidőn belül. Lefordítom neked, csak mielőtt Orbán válaszolna. Ez ugye arról szól, hogy ha most kezdenének tárgyalásokat, akkor az sejthető, az a vélelem járja át Európát, hogy Putin ahhoz ragaszkodna, hogy ahol éppen orosz katonák vannak, ukrán területen, azt már megtartja. Erre utalnak az európai politikusok darabra, hogy Erőből kéne tudnia Ukrajnának tárgyalni, hogy legalább a saját határáig, amit elfoglalt már Oroszország, vissza kellene szorítani az orosz hadsereget, és akkor belekezdeni a tárgyalásba. Erre van esély, voltak hullámok a háború folyamán, amikor igenis sikerült az ukránoknak sikereket elérni. Erről szól az, hogy most elkezdeni tárgyalni valószínűleg nem érdemes Putyinnal. Egy háború ügyében a spekulációnak nincs sok helye az félre vezet egy országot, a tényekből kell kiindulni. Most ezt azért halkan mondom, ugye ő már az elején megmondta, hogy ez egy vesztes háború. Hát mi az, ha nem spekuláció? Azt gondoljuk tényleg, hogy az orosz hadsereg legyőzni a teljes világ hadsereget, hogy az legyőzhetetlen. Hát ez bizony spekuláció. Az ukrán hadsereggel nem bírnak az oroszok egyelőre. Tehát a spekuláció az pont az is, hogy miért kéne, hogy az oroszok nyerjenek ebben a háborúban. Értesz? Szerintem szóval ez az ő spekulációja, az a mi spekulációnk, az jó spekuláció. Ha más gondol valamit a világról, az már hülyeség alapból. Tehát persze az erő kell tárgyalni, de a háború óta a pozíciók Oroszország javára változtak, és Ukrajna rovására változtak. Hát ugye, mivel hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát, ezért Ukrajna javára változni viszonylag nehéz a kezdeti állapottól. Az a cél, ahogy mondtam, hogy szorítsák vissza oda, ezt jelenteni az erőből tárgyalás, és utána jönnek le tárgyalóasztalhoz. Tehát jó ötlet, hogy tárgyaljunk az erő pozíciából, csak az abban, hogy gyengék vagyunk. És most ugye a győzelmi terv arról, hogy hogy leszünk majd erősek, de hát éppen elveszítjük a háborút. Tehát én szeretem ezeket a politikusi szalonokban megfogalmazott remek mondatokat, miközben ezével halnak meg a frontvonalon mind a két oldalon, de az ukrán oldalon is fiatal emberek, egy ország java esik el éppen, és akkor azokat a tanácsokat adjuk, hogy ilyen jó ötlet, hogy az erő pozíciából tárgyak. Szerintem a jó ötlet az, hogy ne harcoljunk. Adjuk meg magunkat, az a legjobb ötlet. Akkor mindenki meghalhat, mindenki a szolgája lehet Putyinnak, mindenki alatt való lehet, mindenki elveszti a függetlenségét, szabadságát, mindenét. De jó ötlet, szuper ötlet. Ne erőből tárgyaljunk, hanem adjuk meg magunkat. Hm. És akkor hű, de jó erősek leszünk. Az lenne a valós politika, hogy egyébként megadjuk magunkat. Ez a harcos csávó azt mondja, ez egy harcos csávó, aki ezt mondja. Ez egy kamucsávó. Ez nem harcos, hanem egy pipodja, gyáva, beszari, autoriter fickó, aki viszont olyan szinten fekszik be bárkinek, aki erőt mutat, hogy azonnal megadná magát. Ez Orbán Viktor a jó ötlet az, hogy kössünk békét, vagy legalábbis legyen tűzszünet, és próbáljuk lezárni a konfliktust minél kisebb veszteséggel, és minél jobb perspektívákkal a jövőt illetően. Tehát én azt tudom mondani, hogy az Európai Unió összes többi országának háború stratégiája van, Magyarország meg béke stratégiája van. Azért ezt megkérdezném, hogy amikor az ukránok azt mondanák, hogy akkor most zárjuk le a háborút, milyen perspektívát látnának maguk előtt? Mert hogy azt mondja, hogy ugye tárgyaljanak, üljenek le az asztalhoz, és aztán majd milyen jó lesz, a lehető legjobb perspektívával zárjuk le most. Milyen perspektíva áll az ukránok előtt, ha most le akarnák zárni a háborút úgy, hogy egyébként nem harcolnak, hanem megadják munkat. Ebben már gondolj bele. Tehát 56-ban nem, nem azokat tiszteljük, akik harcoltak az oroszok ellen, amik otthon meghúzták magukat, majd utána együttműködtek az oroszokkal a jobb perspektíva reményében. Hát egyébként a 40 év orosz itlét, vagy szovjet itlét, az mégis őket igazolja. Lehet, hogy belülük lettek a pártitkárok, az állami vezetők, és ők jobban éltek, mint azok, akik harcoltak, és a senyvettek pár évet a börtönben. De azt hiszem, hogy ha 56-ra gondolunk, akkor jobban tiszteljük azokat az embereket, hősöket, akik harcoltak, mint azokat, akik befeküdtek az oroszoknak és együttműködtek velük. Valaha Orbán is jobban tisztelte őket, Szerintem a többségünk még ma is jobban tiszteli őket. Érdekes módon a, a tüzet legerősebben az Európai Néppárt fújja. Tehát itt Manfred Weberék azok, akik a legerősebben elkötelezettek a háború mellett. Ugye az Európai Néppárt egy német párt végül is, és mögött a CDU, a kereszténydemokraták találhatók, akik meglepő módon a legelkötelezettebb háború az egész európai politikai mezőnyben. Ezt én megint csak úgy mondanám el, hogy a leginkább elkötelezettek abban, hogy szolidárisak legyenek az elnyomottakkal szemben. Nyilván nem akarom megfejteni a német néplelket, van mit megemészteniük az a 20. század történelme alapján. Én azt gondolom, hogy innen is eredeztethető az az elköteleződés és az az elkötelezettség, amivel ma védik azokat, akiket egy elnyomó autoriter hatalom megtámad. Szerintem erről szól, és ha már felhozza a kereszténydemokrata demokrata néppártot Németországban, hát ők talán nem is biztos, hogy egy az egyben, de azért még mintha a keresztény értékeket tartanák szem előtt, amiket Orbán leköt. Ha már említette az Európai Néppártot, ez a konfliktus Budapest és Brüsszel között pártpolitikai alapon is kieleződött ezen a héten. Az Európai Néppárt ugyanis közé tett egy olyan posztot a közösségi médiában, amelyen ön szerepel egy piros háttér előtt, a felirat pedig az, hogy ideje távozni. Ennyire nyíltan eddig ezt még nem mondta ki az Európai Unió legnagyobb pártcsaládja. Hogyan értékeli ezt a fordulatot, ezt a lépést? Minek tulajdonítható ez egyáltalán? Itt ezt feldobnám szavazásra azért, hogy ez vajon csak Németországban téma. Itt Magyarországon nem téma. Én azt gondolom, lehet, hogy tévesen, de szerintem nem tévesen, hogy a magyarok többsége bizony elküldeni Orbánt melegebb éghajlatra, csak hogy finoman fogalmazzak, hát ha a fiatalok is nézik. De a lényeg, hogy azért, mert valaki 40%-kal tud kétharmadot generálni egy iszonyatosan durván, aránytalan választási törvényel magának, az nem azt jelenti, hogy magyarok többséget támogatja, hanem az, hogy el tudja csalni ilyen értelemben a választást. Azt jelenti a propagandagépezetbe töltött ciklusonkénti ezer milliárdnál nagyobb összeg, hogy lehet befolyásolni, mint egy mosópor reklámmal az emberek gondolkodását adott kérdésekben, és át lehet mosni emberek agyát. De ez nem azt jelenti, hogy Orbán politikáját valójában támogatnák, nem azt jelenti, hogy egyébként a, nem tudom, akár csak itt az elnyomottakkal szemben a legtöbben azt képviselnék, hogy hulljon el, és nem kell szolidaritást vállalni velük. Biztos benne van a háború is, amiről eddig beszéltünk, Ugye a magyar álláspont, mint mondtam, nem a háború folytatásáról szól, hanem én föl is vetettem ezt a javaslatot, hogy itt az ideje a tárgyalásnak, és jó lenne, hogyha a német kancellár meg a francia elnök akár a maguk, akár Európa nevében elkezdeni a tárgyalásokat az oroszokkal. Ez Putyin szöveg, azért halkan mondom. Putyin mondja az, hogy tárgyalni kéne minél előbb leülni, csak aztán valójában igazából próbál mindig előrébb és előrébb nyomulni, és mindenki tudja, hogy az a tárgyalási alap, ezt Putyin nyilvánvalóvá tette, hogy az oroszok, ahol éppen most vannak, azt evidenciának tekintik, hogy vissza nem adják. Ezért aki azt erőlteti, hogy most legyenek béketárgyalások, az gyakorlatilag azt erőlteti, hogy Oroszország sikeres legyen ebben a háborúban, úgy fejezze be, hogy nyert területet vett el Ukrajnától. Nem sikerült teljes egészében véghez vinni azt, amit tervezett, mert Ukrajna létezik, de ki tudja, hogy két év múlva, öt év múlva, tíz év múlva nem menne még egy lépéssel tovább. És ilyen értelemben, ilyen ütemben csak pár lépés, amíg elér hozzád is itt Magyarországon. Még mielőtt az amerikaiak a színre lépnek. A néppárt más állásponton van. És uh, nyilván, hogy ők Magyarországon az én távozásomat és ezzel kormányváltást követelnek, abban benne van a háború is. De benne van, benne van jó néhány más dolog is, az Európai Néppárt egy olyan Európát képzel el, ami rossz a magyaroknak. És mi, én, a kormány ezzel -e harcolunk évek óta. Miért harcol valaki, aki békét? Akkor miért kell évek óta harcolni valami ellen? Miért nem tárgyal, miért nem diplomáciai úton rendezi a nézet különbségeket? Miért nem partner az Európai Unióban? Miért harcol valaki, aki az ukránoknak azt mondja, hogy miért harcoltok? az egy valós harc, ez csak szöveg. És az Európai Néppárt valóban egy szintet lépett, legutóbb a múlt heti vagy két hete történt európai parlamenti vitában láthattuk, ők bejelentették a saját igényüket. Azt mondták, ez a kormány menjen, ez a párt meg jöjjön, az Európai Néppárthoz tartozik ez a Tiszaféle párt, jöjjön az új párt, és a régi kormány vigye magával azt a politikáját, ami nem tetszik Brüsszelnek, az új meg egy olyan politikát, ami tetszik Brüsszelnek. Tehát engedje be a migránsokat, lépjen be a háborúba, fogadja el a gender ideológiát, és szüntesse meg a gyerekvédelmi rendszert Magyarországon, és van egy csomó gazdasági követelésük is, ne adóztassuk meg a múltiaikat, ne gyötörjük a bankjaikat, ez azért nehéz tényleg, nem is bírtam ki nélkül. Mert ugye Orbán kéri számon az, hogy egy párt Európában elmondja a politikai álláspontját egy másik ország kormányáról, hogy jót tesz-e az Uniónak az a fajta kormányzás, mint Orbán művel. Mondja ezt Orbán, aki teljesen nyíltan foglal állást mondjuk az amerikai elnök választásnál is. Nem, hogy állást foglal, hanem konkrétan finanszírozza a szélsőjobboldali pártok jelentős részét Európában a spanyoltól, a francián át, a szerben keresztül a horvátig. Pénzt fizet azért, beszáll a kampányba. Mit szólna ő ahhoz, hogyha európai pártok a magyar pártpolitikát finanszíroznák olyan tételekkel, mint amit tesz ő mondjuk Spanyolországban, vagy ahogy Löpent Franciaországban támogat a 10 millió eurós tételekkel. Nem ő, Mészáros Lőrinc bankja, üzleti kérdésekben Orbán nem foglal állást. Hát hazudik, és azt kéri számon, hogy szóvá tették, hogy ő egy szar vezető, de legalább nem szólnak bele a magyar politikai élet alakulásába úgy, ahogy ő beleszól Európa számos országában. Tehát Néma Kus a neved, kedves Orbán Viktor. Szóval, hát, amit ismerünk, tehát évek óta zajlik ez a csata, valóban az a helyzet, hogy Brüsszel saját maga által kinevezett Helytartóként, megbízottként ideküldött kormányt akar látni a mostani kormány helyett. Hát ezt a magyarok majd eldöntik. Hát a magyarok majd eldöntik, én bízom benne, hogy jól döntenek, vagy úgy mondom inkább, hogy a magyaroknak nekünk bizony sajnos túl kell nyerni magunkat. Nem az van, hogy van egy kiegyenlített e, e, csata, hogy Orbán szavait használjam, vagy e, mondjuk a szabályok mindenkire ugyanúgy vonatkoznának, hogy a független intézmények mondjuk ugyanúgy járnának el egy fidesz egy kormánypárttal, egy állampárttal szemben, mint hogy bármely más ellenzéki szereplővel szemben. Itt az a helyzet, hogy az ellenzéknek bizony kétszeres teljesítményt kell hozni ahhoz, mint amit a Fidesz hoz, hogy nyerni tudjon. Ennek ellenére remélem van rá esély, én ebben szkeptikus vagyok, de ilyenkor hallgatok inkább, és drukkolok mindenkinek, aki valójában tesz ezért, dolgozik érte, hát ha sikerül. Nem mondom, hogy minden pillanatban tudok hinni benne, de néha engem is elkap a vágy. Bízunk benne együtt, de dolgoz érte te is, én is ezt teszem a maga eszközeivel. Ez még soká lesz, most még addig több mint másfél év van hátra. Én a kampány helyett most inkább azt mondanám, hogy dolgozzunk, és a brüsszelitől különböző politikánkat a gazdaságban is a külpolitikában is vigyük sikerre. Most a brüsszelitől különböző politikánk azért azt jelenti, hogy nem működünk együtt az unió más tagállamaival. 26-1. Így néz ki általában a felállás. Erre mondtam, hogy nem csak az ukrán háború kapcsán, hanem a gazdaságpolitikát tekintve is ugyanúgy külön állunk. Nem nagyon jellemző az Unió tagállamaiban, hogy feltétlenül Oroszországnak, Kínának szeretnének kedvezni a gazdasági kapcsolatok alakításánál. Orbán beszél a gazdasági semlegesség politikájáról, ami semmi más nem jelent, mint hogy nem a sajátjainkkal üzletelünk, nem a belső piacainkat erősítjük, nem a versenyképességünkön próbálunk javítani az unióval közösen, hanem bizony keletre nyitunk. Ez önmagában nem lenne baj, ha közben nem árulnánk el a sajátjainkat. És ez a mi helyes válaszunk, Bakfitty mondaná egy Petőfi vers, vagy valami hasonló, valahogy 1848 49-ben, ahogy már a németek mondják meg, hogy mi legyen Magyarországon. <hül> Ha, ha, te ezt a Bakfit című verset ismered, tedd már be nekem, mert én szeretem a verseket. tényleg kicserélődött Marx itt hátul, lehet nem tudom, mondjuk, mit vegyek neked elő? Ne, Meseország mindenki étesik, tessék, Bakfit, Kámasz útra, mik vannak itt? Raktam ide, hogy nácizmus is itt van, tessék. Szóval, ha találsz ilyen Bakfit című verset, bátran inkább szeretem a verseket, ez szerintem csak egy bluff. Nincsen bakfit. Beszélünk majd mindjárt gazdaságpolitikáról is, de említette ön is, hogy évek óta zajlik ez a csata. Mi lehet az oka annak, hogy ez most éleződött ki? Ez most Ezt az alákérdezést, szerinted most éleződött ki Orbán Viktor és az Unió tagállamai közti szembenállás. Csata zajlik már évek óta, ön is említette, de miért most éleződött ki? Nem most éleződött ki, hanem évek óta folyamatosan éleződik. Tíz éve még azt gondolták az Unióban, hogy Orbánt valamilyen módon azért, hogy mondjam, érdekli a közös jövőnk, hogy nem nettó ügynöke Putyinnak, hanem van esetleg valami morális tartás benne. Kiderült, hogy nincs, és hát ez egyre inkább sodródunk a perifériára. Nem most éleződött ki, hanem most jutunk a szélére, hogy már senki nem áll szóba velünk gyakorlatilag, és semmibe vesznek az Unió belül. Hát bajok vannak az Európai Unióban. A legnagyobb baj te vagy. Nem te, ő. És pont azok a bajok jelentik a legnagyobb kihívást, amiben Magyarország más válaszokat ad. Tehát most önmagában persze Magyarország nem kellene, hogy tétel legyen. Tízmilliós ország, nemzeti ösztermékünk nem a legmagasabb az Európai Unióba, nem nekünk van a legnagyobb hadseregünk, nem nekünk van a legnagyobb befolyásunk, szóval akár békén is hagyhatnának bennünket. Mondhatnák azt, hogy hát jó, ők így csinálják, aztán majd meglátjuk a végén, hogy kinek sikerül jobban. Ez akár lehetne egy becsületes, tisztességes, fair verseny is. <laughs> ez tényleg Orbán szájból a becsületes, tisztességes, fair verseny. Gondolja a magyar választásokra. Hát ez tényleg szóhoz nem jutok ő, aki mindennek keresztbe fekszik, büszke arra, hogy ő a tüske a köröm alatt, a szara palacsintában, a mit tudom, hogy micsoda Európában, ő maga, és elmondja, hogy a legnagyobb baj, hogy itt hát így egyszer miért foglalkoznak velünk, amikor semmi más célja nincs, mint hogy vele foglalkozzanak. Semmi máshol nem szól az, mint hogy szóljanak róla a hírek. Ebből, majd mindjárt egyébként el is fogja mondani, mondom, én ezt már hallottam, de hogy büszke is rá, hogy mi belünk foglalkoznak bizony. Hát az a helyzet, hogy az Unióban, amikor mindig kerezve fekszik valaki a közös döntéseknek, a konszenzus döntéseket rendszeresen Magyarország vétózza meg, biztos hallottál ezekről, akkor nem feltétlenül az a baj, hogy az Unió nem tud egységes lenni, hanem hogy miattunk nem tud egységes lenni, és a miattunkat azért vagyok kénytelen mondani, mert ugye Orbának abban sajnos igaza, hogy ő képviseli ma Magyarországot ott, ezért amit ő tesz, az olyan, mint a mi is tennénk, bármennyire is hányunk tőle. A probléma az, hogy közben kiderül, hogy amit mi csinálunk Magyarországon, az nagyjából az, amit az európai nép is szeretne látni otthon. És aminek a saját kormányuk épp az ellenkezőjét csinálja. Tehát ma az a helyzet, hogy Európában mindenki a migráció ellen van. Lehet, hogy túlzok, és talán még vannak migrációpárti erők, de a kormányokon kívül ma már senki nem érvel a migrált. Normális ember Brüsszelben vagy Európában ilyet nem tesz. Hát a fél karjukat odaadnák. Azért, ha olyan állapotok lennének migrációügyben náluk, mint nálunk. A jó példa, ugye? Tehát európai polgárok általában irítkednek a magyar oktatásra. A finnek például nézik, hogy hogy lett ennyire sikeres a magyar oktatás. Általában nagyon-nagyon szeretné az összes uniós polgár, hogyha lehet, egy térműtétre mondjuk legalább három évet várjon, de legyen négy, mert azért a magyaroknál ez mégiscsak annyira szuper király, hihetetlen, jó, mindenki irítkedik rá. Szeretnék azt, minden uniós polgár vágyik rá, hogy náluk legyen a lehető legalacsonyabb a kereset. Ha lehet, akkor minél rosszabb legyen a gazdaság teljesítménye. Mindenki erre irítkedik. Előfordulat az is, hogy büszke lenne minden európai polgár, hogy mondjuk a versenyképességben folyamatosan csúszik le az ő országa az összes világranglistán, nemhogy az unión belül. Szóval azért azt én elészem, hogy Orbán demagógiája a migránsokkal kapcsolatban az az, hogy mindenki erre vágyik, de a valóság ezzel szemben az, hogy szerintem viszonylag kevesen cserélnének mondjuk Finnországban, Svédországban, Franciaországban, Németországban, ha mondjuk. Eltűnik a kisollyuk, hogy magyar egészségügyben lássák el őket, vagy egy vakbélműtétre műtétre van szükségük. Vagy esetleg csak meg kellene vizsgálni őket, mondjuk egy bármilyen eszközt igénylő ellátás keretén belül. Nem, hogy Magyarországon erre akár éveket kell várni. Az oktatás romokban, az egészségügy romokban, a gazdaság romokban, de beszéljünk a migránsokról, mert az jó demagóg. Ehhez képest Magyarországra az olcsó munkaerőt, tízezrével hozzák be a távol-keletről, tízezrével engedik be az oroszokat ellenőrizetlenül az országba, mindenféle vízumkedvezménnyel és minden ilyennel. Erre szintén utaltak Európa, hogy nincs ez így rendjén. Viszont cserébe Magyarországról tízezrével, százezrével mennek el az emberek, akik itt nem találnak munkát, nem találnak perspektívát, nem látják a jövőjüket. De a migránsokról lehet így beszélni persze. Tehát az, hogy egy országban nincs migrációs krízis, mert nem engedjük be őket, miközben ők a beleverik a fejüket a falba, hogy hogy lehettek ilyen szerencsétlenek, hogy beengedték milliószám a migránsokat, akikkel most nem tudnak mit kezdeni, és csak jönnek, és jönnek, és jönnek. Szóval ez, Magyarország egy példa a európai emberek szemében a saját kormányaikkal szemben. Hát nem ismétlem el újra, hogy ez milyen példa. Szerintem azért, hogyha beszéltél bárki a külfőle, lehet, hogy valóban azt szóvá teszi, hogy vannak problémák azzal, hogy a különböző menekültek, a, hogy integrálódnak a társadalom, hogy erre erőfeszítést kell tenni, hogy a szélső populista kormányok, azok meg tudják lovagolni ezt a témát. De azt hiszem, hogy Magyarországon azért van számos más probléma, ami sokkal, de sokkal fontosabb ennél. Az a szerencsénk, hogy pár lehet, hogy nem engedünk be senkit, viszont cserébe, ha beengednénk, senki nem akarna itt maradni. Mert hogy nem Magyarországon szeretnének ezek az emberek élni, hanem bizony más országokban, ahol van perspektíva nekik is. Vagy például föl lehet tenni azt a késő, hogy miért van az, hogy Magyarország, amely messze nem a leggazdagabb ország az Európai Unióban, ebben az országban fizetik a családok a legkevesebb, a legkisebb díjat az áramért, meg a gázért, általában a rezsiért. Ez miért van így? És náluk miért nem lehet így? Elmondom, miért van így. Azért van így, mert együtt fizetjük mindannyian, amit úgy hívunk, hogy rezsicsökkentés, hogy az adunkból, a magyar költségvetésből dotálja az állam az egyébként iszonyatosan drágán megvet gázt. Magyarországon viszont az is helyzet, hogy aki a rezsicsökkentésen túlmegy véletlenül, tehát Fidesz szavazóinak egy jelentős része ugye, a viszonylag kevés fizetésből képzetlen e, e, ember, aki nem feltétlenül fogyaszt annyi gázt. Abban a pillanatban, aki fölé megy ennek, akkor mondjuk a mostani köbméterenkénti 150-200 forintos árhelyet már 760 forintot fizet, tehát három-négyszeresét fizeti annak, mint amennyire piaci alaponban meg lehet venni a gázt. Erről valahogy elfelejt Orbán beszélni. Tehát amikor személyesen a gázszámla befizetésénél nem érzed, hogy mennyi a rezsi tud, hogy azért fizetsz annyi adót, azért 27% Magyarországon az ÁFA rekord ÁFA van Magyarországon minden más uniós tagállamhoz képest, mert bizony valamiből ki kell fizetni a drágán vásárolt orosz gázt. Itt az 10 milliós Magyarország ezzel a képességgel, amivel rendelkezik, és itt van a 84 milliós Németország, meg a 61 néhány milliós hatalmas Franciaország, óriási ipari erővel. Miért van az, hogy Magyarországon kevesebbet fizetnek? Az emberek nem hülyék. Elmondom, miért van azért, mert a németek nem hülyék. De pontosan tudják, hogy a tervgazdálkodás, amit a kommunizmusban Orbán megszokott, az nem működik hosszú távon. Piacgazdaság van. Ott ugyanis az van, hogyha drágán veszük, drágán adjuk, olcsón veszük, olcsón veszük, ezért tesznek meg mindent, hogy leszakadjanak az orosz gázfüggőségről, vagy energiafüggőségről, és ennek bizony ára van, néha meg kell húzni az adráxiat, de hosszú távon jól járnak. Magyarországon viszont az van, hogy az előbb mondtam, az állam finanszírozza a te adódból, hogy úgy tűnjön, amikor befizeted a gázszámlát, hogy az kevesebb, de ez hosszú távon nem fenntartható, mert nem piaci alapú hanem bizony az az öt éves terv, ami már tíz éves terv Orbánéknál, amit a kommunizmusban szoktak meg, az működik. Csak ez összedől. fölteszik ezt a kérdést. Miért van az, hogy az ő kormányaik nyakig állnak a háborúba, miközben Magyarország a béke oldalán van, amin az európai emberek többsége szintén áll? Tehát, tehát azt hiszem, hogy Magyarország, miután egyedül vagyunk egyelőre, ezért egy szemet egy, egy tüska a köröm alatt, egy, egy száka. A, amire ami kellemetlen helyzetbe hozza az európai kormányokat. Én próbálom egyébként ezek a, ennek a jelentőségét csökkenteni, próbálok elmenni a fal mellett, meg nem, nem provokálom őket, hanem csak azt akarom hogy hagyjanak bennünket békén, hogy úgy csinálsuk a dolgainkat, ahogy az nekünk a legjobb. De a vezetők érzik a kihívást, hogy itt nem egyszerűen Magyarországról van szó, hanem arról, hogy az európai politikát, a gazdaságpolitikát, a katonapolitikát, az energiapolitikát, ezeket mind, a migrációs politikát, ezeket mind lehetne másképpen csinálna, csinálni. Hát lehetne másképpen csinálni, csak akkor bizony az a helyzet, hogy ott is keveset keres az emberek. Ott is kiszámíthatatlan lenne a jövő. Ott is tervezhetetlen lenne egy gazdasági társaságnak, hogy jövőre mennyi adót fizet be. Ott is 402 forint lenne az euró, ott is lennének évekig tartó sorok az egészségügyben, ott is iszonyatos mértékű lenne a korrupció, ott se szólna az oktatás másról, mint hogy primitív, buta, gondolkodni képtelen droidok jöjjenek ki az iskolából. Hát, nem tudom, hogy sokan vágynak -e erre. Ott is. És a legnagyobb baj velünk az, hogy sikeresek vagyunk. A legnagyobb baj velünk az, hogy sikeresek vagyunk. Remélem érzed ezt a sikert. Ugye jobban élsz, mint négy éve? Kérdezhetném. Lehet, hogy vannak, akik jobban élnek, mint négy éve, de azok bizony valahogy ott vannak abban a holdudvarban, akik lopnak, csalnak, hazudnak, hogy egy picit jobban éljenek. A magyar átlag nem él jobban, kicsit sem. Nem tudom, Orbán mit nevez sikernek az, hogy Észáros Lőrinc vagyona évről évre duplázódik. Ezt te érzed a saját bőrödön? Neked jobb? Nekem nem jobb. Tehát ránézünk a gazdaságra, és azt mondjuk, hogy Németország stagnál. Magyarországon lesz egy 1,5-1,8 százalékos növekedés. Jövőre nekünk lesz egy 3 százalékos növekedésünk. Itt bocsánat, ugye múlt héten még 3-6 százalék volt, már a háromra apat, nem mondjuk már olyan nagyot, de azért halkan jelzem, hogy az 1,3%-os növekedés, amit két hete hoztak ki az elemző intézetek, hogy most éppen itt tartunk, arra Orbán egy évvel korábban azt mondta, hogy 4-4,5% lesz. Tehát így kezeld azt a 3%-ot, hogy a 4,5-ből lett másfél, a háromból remélhetjük, hogy lesz egy, ha lesz egyáltalán bármennyi is. Miközben mindenhol stagnálásról beszélnek, tehát hogy helyben járás lesz. Nem, nem arról beszélnek. Az a helyzet, hogy pont arról beszélnek, hogy most stagnálás van, de hogy az európai autóipar fellendülése például várható, hogy az ipar fellendülése várható. Ehhez képest Magyarországon az ipari termelés 8%-ot esett vissza a tavalyihoz képest, 8%-ot. Nem tudom, mire gondol Orbán, hogy majd olyan jó lesz jövőre, ne szobd be. De ugyanígy, hát ezer példát tudok mondani, migráció példa. Miért, miért kell? Ezer példát tudok mondani, de valahogy mindig egyfajta csak a migráció jut eszembe. Mert ezzel lehet hergelni téged. Ne be ennek tényleg. Figyeld meg, hogy az ezer példa az nem létezik. Egy úszító, félelemkeltő, bármilyen zsigeri félelmedre ható példa létezik. Jönnek a migránsok. Attól félni egy franciának, meg egy németnek, hogy este nem engedheti ki a gyerekét az utcára. Miért van az, hogy egy nagy közösségi rendezvényen már vigyázni kell arra, hogy mi történik a tömegben? Miért van az, hogy nő a bűnözés? Miért van az, hogy terrorveszélyben élnek? Miközben Magyarországon ez mind nincs. Hát én megint csak vagyok olyan öreg, hogy mondjuk a 80-as években akkor folyamatosan terrortámadásokról lehetett halani Európában, és Magyarországon olyan büszke voltam gyerekként, milyen jó helyen élek, hogy itt nem. Csak hát azt kell tudni, hogy akik világszinten szeretnének figyelmet kelteni, vagy felkelteni a közvélemény figyelmét, mondjuk egy közel konfliktus kapcsán, azoknak nincs értelme Magyarországon bármit is tenni, mert olyan pici is semmit nem jelentő kis országonyok, hogy ő is mond egy kis 10 milliós piaccal, nincsen hatásunk a világpolitika alakítására, hogy itt nem érdemes hangulatot gereszteni. Ez az ok annak, hogy nem itt robbangatnak nem az, hogy ott migránsok vannak, vagy nem. Hogyha egy terror mondjuk be akar vinni terroristákat egy országba, az általában nem azon keresztül zajlik, hogy a menekülteket beengedik-e, vagy nem. Gondolj csak a 2001-es amerikai terrortámadásra, ahol egyesével elég nagy terrortámadás volt, elég nagy hatása, de nem arról szólt, hogy ott élő emberek, akik egyébként, hogy mondjam, hétköznapi életet élnek, azokat majd elkövetnek valamit, hanem Kiképezték őket, kitanították őket, és így aztán elvégeztek egy terrorcselekményt. Biztos igénybe veszik azokat is, akik még előbb berakják őket, hogy legyen útlevele, de ez nem azon múlik, hogy a menekültekkel hogy bánunk, hanem hogy milyen a politikánk általában, és van-e jelentőségünk a világpolitika alakulására. Tehát az az igazság, hogy akaratunkon kívül mi kihívás jelentünk a többiek számára, amit én próbálok egy visszafogott viselkedéssel inkább valahogy a szőnyeg alatt tartani, mert nekünk nem az az érdekünk, hogy a mellünket verve kiálljunk és dicsekedjünk, hanem az, hogy elintézzük, hogy mi a saját életünket, a saját nekünk, tett, saját, nekünk tetsző módon tudjuk intézni. Megismerhetjük Orbánt, a visszafogott szerény embert, aki nem is érti, hogy mi a probléma velünk. Hát az, hogy mindig keresztbe fekszik. Tehát az, hogy amíg ő azt mondja, hogy mi hadd intézzük a saját dolgunkat, az azt jelenti, hogy semmilyen módon nem működünk együtt az Unió más tagállamaival, akikkel egyébként szövetségesek vagyunk. Azt jelenti, hogy folyamatosan megtagadjuk a saját szövetségünket. És valahogy más érdekében politizál Orbán, mint ami Európa érdeke lenne. Mert hogy ő nem Magyarország érdekében politizál, hanem Oroszország, Kína, vagy éppen egy arab állam érdekében, ha honnan jön a pénz. Pénz beszél, kutya ugat, gondolja Orbán, és egyébként az, hogy az ő politikáját mi vezényli, az biztos, hogy nem a morál, és nem Magyarország hosszú távú érdeke, és nem a te akaratod, mi szerint az unió polgára szeretnél hosszú távon lenni. Ma azért még mindig úgy van, hogy a magyarok 75%-a, háromnegyede az unióban érzi otthon magát, és nem a türkmén szövetségben. De hát mindegy, most már ez van, és az Európai Néppárt föltett mindent egy lapra. Fölvették, ugye mi ott hagytuk őket, mert amiket követeltek Magyarországtól, az tarthatatlan volt. <laughs> Nem tudom, emlékszel erre a kis izé. mi ott hagytuk őket, mert hát ez tartatlan volt. Hát úgy izélték ki őket, mint a macskát szarni, hogyha hogy finoman fogalmaztam. És egy nappal azelőtt, mielőtt kizárták volna őket, azt mondták, hogy mi kilépünk, mert ez tarthatatlan. <gül> 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 Hát ezt a csávot. Hát aki az Európai Néppártba belép, az nyilvánvalóan a mostani magyar társadalom érdekei ellen van. Találtak egy pártot, aki belépett, és ezt most hatalomra akarják juttatni, meg végre akarják velük hajtatni azt a programot, amit Magyarország elutasított, mert rossz lenne az itt élő embereknek. Valójában Orbán Viktor utasította el azt a politikát, ami az európai embereknek úgy nék, hogy jó, Magyarországon is vannak, akik továbbra is az európai értékeket szeretnék hát magukinak tudni, és vannak emberek, akik szervezkednek, és ők vannak ellenzéki pártokban, és ők szeretnének sikereket elérni. És ők bizony szívesen látottak akár egy-egy európai pártcsaládban, mert hogy demokraták, mert hogy nem egy autoriter rezsimet szolgálnak, mert hogy nem Putyin seggét nyalják, mert hogy nem Kína érdekeit tartják szem előtt. Hm. Van ilyen. Hát ez a csata zajlik, nem csak belpolitika van, Brüsszelben is magyar belpolitika zajlik. Ez a kiéleződő csata, ez hogyan befolyásolja az ország mozgásterét, vagy szuverenitását? És azért is érdekes ez a kérdés, mert arról beszéltünk az elmúlt hetekben is többször, hogy a gazdasági semlegesség politikájának a megvalósításához, ahhoz pont erre a mozgásterre, vagy a szuverenitásra lenne szükség. Furcsa módon ez a helyzet, amit most itt negatív módon írtam le, hogy hogy... Kihívást jelentünk akaratunkon kívül a rossz politikát folytató uniós országok számára. Az akaratunkon kívül kihívást jelentünk, szerintem pont ez az akarata, és hogy Orbánt ismerjük, hogy mindig az ellenkezőjét mondja annak, mint ami a valóság. Igazából az van, hogy Putyin érdeke az, hogy valaki legyen, aki megosztja az unió közösségét. Ezt az akaratot szolgálja ki Orbán. Tehát valójában nem az akaratunk ellenére van, hanem kizárólag ez az ő akarata. Minél megosztottabb legyen az Unió és a zavarosban halászás, annál könnyebb. Ezt csinálja. Ez azért megnöveli a tekintélyünket is. Tehát a támadások, amelyek ér érik Magyarországot, azok persze nem kellemesek. Személyesen is tudnék erről beszélni, de az országnak se jók természetesen. De mégis megnövelik a tekintélyünk. Azért múlt héten mégiscsak Berlinbe találkozott velem a kancellár. Jövő héten a francia elnöknél vagyok. Tehát jól láthatóan az, hogy mi másképpen csináljuk a dolgokat, és ez sikeres, ez fölértékeli Magyarországot a külpolitika világában. Tényleg, könyörgöm, írd le Magyarország sikereit, kommentbe. Tedd meg, légy. egyébként is örülök, hogyha lájkolsz, ha hozzászólsz, hogy megosztod ezt a videót, mert az a Emeled a fényét, én is értékesebb leszek, vagy nem tudom, hogy mire utaljak holnap a francia elnökről fogok beszélni, ma a német elnökről és a magyar elnökről, és akkor én nagyon fontos leszek, ha sokat beszélek rólam, gondolja Orbán, valójában azt szeretnék elérni ezek az államfők és kormányfők, hogy valahogy konszolidálódjon a viszony. Orbának nem a tekintélyen ült ezáltal, hanem foglalkozni kell vele. Le kell higgasztaniuk. Ő ezt tekintélyként értékeli. Valójában az van, hogy szeretnék, ha egy ilyen kerékkötőt valahogy konszolidálni tudnának, ezért találkoznak vele. Egyébként semmi súlya nincs. Ráadásul tegnapi nap legfontosabb híre az az, hogy Robert Ficó mégiscsak visszatért, Ugye, akit megpróbáltak itt valami baloldali aktivista segítségével lelőni. áll híreket. Megpróbáltak egy baloldali aktivista segítségével lelőni? Nem. Tehát az a csávó, minimum zavart volt, és minimum jobboldali. Ennyit tudni róla, teljesen össze-vissza politikai értelemben. Csináljunk úgy, mint hogy ez van megbízás lenni, és nem egy elmebeteg. Hm. A, majd egyszer kiderül, hogy milyen konspirációs háttere volt ennek az egész dolognak, de túlélte, és kirobbanó formában tért vissza. És jövő héten már lesz is egy szerb-magyar-szlovák hármas csúcs találkozó amely a migrációval foglalkozik majd. A migrációval foglalkozik majd azokkal az országokkal körülte, ahol ő finanszírozta ezeknek az embereknek a győzelmét, ahogy mondtam, beleszólva más országok belpolitikai küzdelmeibe pénzzel finanszírozza. Mit szólna ez a szuverenitás védelmi hivatal, ha lenne ott? Még ott nincs, itt van. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy mindaz a helyzet, amit leírtam, az miközben kihívás elé állítja Magyarországot, miközben a brüsszeliek ide akarnak delegálni egy másik kormányt, egy másik programmal, a közben megnöveli a tekintélyünket a régióban is, és megnöveli a tekintélyünket az Európai Unióban is. Azt hiszem, hogy a befolyásunk nagyobb annál, mint amit egyébként az ország mérete és tényleges gazdasági katonai ereje indokolna. Nem tudom, mire gondolom, befolyás, szintén várom az ötleteidet mi az, amiben változik Európa politikája Orbán okán és által. a Putyinra gondol, akkor persze igaza van, de ez nem Magyarországról szól, hanem hogy Putyin szolgájaként azokat ismétli, azokat erőlteti, amik Putyin vagy éppen Kína érdeke. Tehát ilyen értelemben van egy szószólója itt ezeknek az autoriter államoknak, de ez nem Orbán befolyása, hanem Putyin ügyeskedésének az eredménye. Nos hát, ami a gazdaságot illeti, ott pedig a jövő évben mi megindulunk, tehát alakul az a terv, amivel meg tudunk indulni a következő évben, és amivel egy nagy lendületet adunk a magyar gazdaságnak. Lesz nagy a, csodálkozás, amikor az első negyedéves gazdasági számok majd 2015-be kijönnek. Ez nagy csodálkozás, és tudom, hogy jövőre jobb lesz. Majd minden egyszer jobb lesz. 14 éve van kormányon ez a csávó. És még valahogy soha nem jobb. Nem jobb. Jobb lesz és majd lesz nagy csodálkozás, mert ezek ilyen szép szavak, de valójában mennyire veszed a kenyeret, és mennyire vetted két éve? Erre gondolj ilyenkor. Hogyha azt a 21 néhány pontos tervet, amit lassacskán a közvélemény is megismerhet, megindítjuk, meg hát lesz ez a nemzeti konzultáció, aminek nagy jelentőséget tulajdonítok. Bizony nagy jelentősége van a nemzeti konzultációnak. Megint el lehet pár milliárdot azért, hogy legyen mit lobogtatni. Teljesen kamú az egész, ezt te is tudod, ő is tudja, mindenki tudja. Valójában ez egy politikai blöff, de készülünk rá nagyon. Az emberek felhatalmazása kell. Mert azzal kell megvetni a fundamentumait az új gazdaságpolitikának. Ugye Európa helyben jár, látja, hogy a világ változik, és alkalmazkodni kellene, de nem tud, vagy nem esik jól neki, vagy nem akar, szóval valahogy nem sikerül és ehhez képest Magyarország ki fog lőni, mert mi egy gyors alkalmazkodással ezt a gazdasági semlegesség politikáját megkérdetve és megerősítve el tudunk lépni ebben a versenyben. Azt halka megjegyzem, hogy Magyarország folyamatosan csúszik le az összes mutató tekintetében, nem csak az Unió más tagállamaihoz képest, hanem világszinten is. Most egy versenyképességi jelentés nem olyan régen, 67 országot vizsgált a svájci szervezet, amelyik megnézte, hogy ezen országokban egyébként a versenyképesség hogy alakul. Magyarország 8 helyet esett vissza egyetlen év alatt. A 67 országból 54. helyen vagyunk. Hm és azt gondolom, hogy itt most valami megcsúszott, de az előző évek milyen jól sikerültek, az előző évben öt helyet zuhantunk vissza. A versenyképesség ugye az, ami gyakorlatilag a jövőről szól, hogy most mi vagyunk -e olyan állapotban, hogy később fejlődhet-e a gazdaságunk. Hát minden mutató azt mutatja, hogy nem. Tehát már most lehet borítékolni azt, hogy amit Orbán mond, az nettó hazugság, egy porhintés, hogy majd itt jobb lesz. Sajnos nagyon úgy tűnik, hogy a számok alapján itt nem lesz jobb mint ahogy ma sem jó. Az unión belül például az átlag fizetés, tehát az, amit egy magyar ember keres, az a második legrosszabb. Úgy mondom inkább, hogy az unió átlagának a felét keressük mi magyarok itt, akik becsületesen dolgozunk és nem lopunk, mint ők. Ilyenek a mi számaink. A fogyasztás a béka segge alatt van, ugye erről a múlt héten beszéltünk, hogy nem merünk semmit megvenni, vagy hát nem tudunk semmit megvenni, mert a hó végére a legtöbbünknek elfogy a pénze. Orbán pedig arról lesz, hogy majd jó lesz. Most miért nem jó 14 év után kérdezem halkan, tisztelt miniszterelnök úr? Föltéve, hogyha az emberek is megerősítik ezt majd a nemzeti konzultáción keresztül, mert egy új gazdaságpolitikának azért vannak nehézségei, nehéz lendületet venni, sokat kell dolgozni, némi kockázat is van, és ebbe csak akkor szabad szóval belevágni, hogyha az emberek is támogatják ezt, és elfogadják, hogy Magyarországnak egy saját uton Járó gazdaságpolitikát érdemes folytatnia. Ha a három pillérről beszélünk, amelyel kapcsolatban ugye döntés született a héten a gazdasági semlegességbe illeszkedve, azt látjuk, hogy melyek a nagy politikai dimenziói ennek a programnak és a gazdasági semlegességnek. De hogyha a konzultációra is gondolunk, ezt érdemes megnézni az emberek mindennapjai szempontjából is, hogy mi a célja ezeknek az intézkedéseknek, vagy mikorra lehet ezeknek az eredményét majd látni. Hát van két fundamentum, az egyikről beszéltünk, ez a háború. Tehát persze, hogyha háború lesz, akkor azok a tervek, amelyeket mi itt kikovácsoltunk, meg és a nemzeti konzultációban is próbáljuk közös tervé alakítani, akkor, akkor azok asztalfiókban maradnak, mert egy háború idején nem ilyen gazdaságpolitikára van szükség. De azon túl, hogy imádkozunk, meg szurkolunk Donald Trumpnak, nagyon bízom is abban, hogy el tudjuk kerülni a háborúba történő belevonódást de tényleg. Tehát a, nagyon drukkolunk Donald Trumpnak, hát e, nem tudom, hogy többen vagy kevesebben vagyunk-e, én nem annyira drukkolok neki, mert hát az mégis egy elmeháború, nácizmus pszichopatára nem feltétlenül kéne bízni a világ egyik vezető hatalmának irányítását. E, Orbának persze jól jön, nem egy -e hülyét, akinek kinyalja egy kicsit a segít, amihez persze ért, e, remélhetőleg valami politikai hátszelet. De hát azért ennek szerintem viszonylag kevesen vagyunk, akik nagyon erősen drukkolnánk Donald Trumpnak. Csak ne legyen több győzelmi terv zárójel. A másik fundamentum a... Csak ne legyen több győzelmi terv zárójel. Adjátok már meg magatokat, tényleg már most mit kell itt kovácsolni győzelmi terveket? Hát miért nem adjátok meg magatokat? Ez annyira kíváncsi lennék egy ős Fideszesre, aki ott van még mellette, hogy hogy jutottatok ideig. De tényleg, hogy? Hogy? A mi gazdaságpolitikánknak, vagy előföltétele, az az, hogy a migrációtól mindenképpen meg kell védeni az országot. Tehát egy olyan ország, amelyet elárasztanak a migránsok, ahol menekültáborokat kell létrehozni, ahol be kell engedni tőlünk különböző kultúrából jött embereket, ott nem lehet megcsinálni azt a gazdaságpolitikát, amire most készülünk hogy csak a migráció, amivel jogat, csak ez a témája. Nincs egy büdös szó az egészségügyről, az oktatásról, a gazdaság valós helyzetéről, hanem van egy ilyen bluff, semlegesség, árulás más néven, sajátjainkat eláruljuk, kiszolgáltatjuk másoknak és mások érdekeit képviseljük, de valójában az igazi politikáról, az igazi cselekvési tervről, az igazi problémákról egy büdös szó sem esik. Semmi mert a migráció most túl azon, hogy terrorveszélyt, bűnözést hoz magával, meg feszültségeket szít, akközben rengeteg pénzt is felemészt. Tehát most például büntetnek bennünket Brüsszelből, mert nem engedjük be a migránsokat, de az a büntetés még mindig jóval kisebb, mint az a pénzügyi teher lenne, amit azért kellene elviselnünk, mert beengedjük őket. Az az, hogy nem azért büntetnek, ezt már elmondtam százszor, mert nem engedjük be, hanem mert akik itt lennének, embertelenül bánunk velük hogy az alapvető emberi jogokat, az alapvető morális kötelességünket nem teljesítjük, hogy mondjuk enni adjunk egy menekülnek, inni adjunk, segítsük őt a papírja intézésében, a legalapvetőbb uh, ENSZ kritériumokat nem teljesítjük, ezért büntetnek minket. Tehát mindenképpen ki kell maradni a háborúba, és meg kell tartani migránsmentes övezetnek Magyarországot. Ez az alapja. Ez a migránsmentes övezet, ez engem sajnos az a baj, hogy egy kicsit triggerel, ha megvan ez a szó. Én ugyanis akkor voltam fiatal, amikor egy CPG nevű együttes énekelt olyat, hogy cigánymentes övezet. Ez az ultra ultraszélső jobboldali szöveg, az, ami akkoriban az igazi kőrasziszták szövege volt. Szóval a CPG cigánymentes övezetet köszönít vissza a migránsmentes övezetben. Ennél undorítóbb mondatot azt hiszem, még Orbántól sem nagyon hallottam. Örülök, hogy sikerült fejlődnie. Hm? a gazdaságpolitikának. És utána jöhet persze, hogy béremelés, mert eljött ennek az ideje, meg a gazdaságban felhalmozódott teljesítmény ezt indokolja. A gazdaságban felhalmozódott teljesítmény ezt indokolja. Az megvan, hogy már a nyolcadik hónapra három ezer milliárdos hiány volt a magyar gazdaságban. Három ezer milliárd forint hiányzik a költségvetésből. És azt bírja mondani, hogy a felhalmozott, na jó, tehát tényleg ezt ne... És ez tényleg vannak, akik ugye nem gondolkodnak, nem néznek utána, nem hallgatnak híreket, csak meghallgatják a szövegét, és így elhézik, hogy most végre fizetésemelés jön. Szóval, hogy Magyarország teljesítő képessége most majd végre lehetőséget teremt a fizetések emelésére. Ez bírja mondani most így nekünk, miközben 3000 milliárd forint a költséget és hiánya a nyolcadik hónapban. Amikor egyszerűen lehetetlen bárminek az emelése, hiszen tűzoltás zajlik, akkor minden beruházást leállítottak. Mindet, még ők is. Minden beruházást leállítottak, mert nincs pénz. A beruházás miről szól, hogy a beleraksz valamiben pénzt, hogy az majd termeljen, akkor lesz jó neked, akkor van fejlődés. Nem rakunk bele pénzt, lehetetlen, hogy fejlődés legyen. Tehát Biztosan hazudik, hogy itt jó lesz. Ezt mondják a munkahadók is. Lakhatás, drága a lakhatást, ezt olcsóbbá kell tenni, ezért uh, konkrét, uh, elsősorban a fiatalok számára megfizethető lakhatási körülményeket kell teremteni. Mennyire konkrét nem? Tehát ezt mondja egy kormányfő. Drága a lakhatás, te kell tenni valamit ellen, és elsősorban a fiatalok lakhatását kell megkönnyíteni. Köszönjük szépen, nagyon értékes információ, miniszterelnök úr, köszönjük, hogy vezet minket. A családi vacsoránál az öt éves gyereknek sem jutna eszébe ennél jobb. Legyen jó lakni, legyen olcsó, de hogy, tisztelt miniszterelnök úr, arra válnánk megoldást, hogy mi az a program, mert erről még nem hallottunk, azon túl, hogy legyen kínai kémegyetem Kín mondjuk a diákváros helyén. Ezt hallottuk, ezt láttuk, hogy sikerül megvalósítani, abból lehetett volna ott valóban olcsóban lakni fiataloknak. Mi az, amit önök tettek 14 év kormányzás alatt, hogy legyen jobb Magyarországon mondjuk a bérlakás helyzet, hogy olcsóban jussanak a fiatalok lakáshoz, nem fiatalok, bárki olcsóban jusson lakáshoz. Magyarországon soha nem volt még olyan, hogy három havi átlagkereset kelljen ahhoz, hogy egy négyzetméternyi budapesti lakást vásároljon valaki ma ez a helyzet. Köszönjük miniszter az értékes iránymutatást, legyen olcsóbb a lakás. Hm, szuper, köszönjük tényleg. A családok megsegítésének is eljött az ideje ebben az új Családok megsegítésének is eljött az ideje, köszönjük szépen. Sajnos hiányzik Novák Katalinnek nagyon az életünkből így most nem annyira, kicsit megakadt ez a folyamatot egy ilyen pedofil ügy kapcsán, de egyébként eljött az ide a családok megsegítésének. Miről hallunk? közel egy évtized, mint hogy a családokat segítjük, de valahogy ezeknek a családoknak rosszabb és rosszabb évről évre, kivéve, hogyha a felső középosztályhoz tartoznak, a középosztály ma már nem nagyon van, tehát vannak a leszagadó rétegek, és a Fidesz, hát körein belül levő úgynevezett felső középosztály, akik valamilyen módon a jusból részesülnek, mert kiszolgálják ezt a rendszert. Hát igen, bizony. Tudom, vannak multiknál is dolgozók, meg vannak sikeres vállalkozók, sajnos nem elég sokan. És megértem, hogy nem elég sokan. Ezt hagyd ki. A politikában meg kell kétszerezni a gyerekek után járó adókedvezményt. A Demján Sándor féle tervel a kis és középvállalkozókat meg lehet segíteni, perspektívát lehet neki kínálni, előre tudnak lépni. Az megvan, hogy a kis- és középvállalkozások megsegítése, előrelépése, perspektívával való megkínálása szintén egy évtizede szöveg. Valójában nem ők kapják a kedvezményes lehetőségeket, hanem a nagy, multi, mondjuk német autógyárak, vagy kínai akkumulátorüzemek, akkumulátorjátok. Ők kapják a kedvezményeket, ők kapják a kedvezményes hiteleket, ők kapják a visszanemtérítendő támogatást, véletlenül sem a kis és középvállalkozók. Erről is beszéltem már korábban. Ha egy COVID jön, még akkor is a mészáros lőrinceket támogatják meg a teadótból, és véletlenül sem a kis kisvállalkozókat. Most majd pont el fogjuk hinni, hogy majd most másképp lesz. Miért lenne másképp? Be tudjuk őket jobban vonni a gazdasági növekedésbe, tehát a mindennapi élet szempontjából látványosan mutatkozik majd meg ez az új gazdaságpolitika, hogyha sikerül a konzultációban megerősíteni, és a következő évben egy látványos változás zajlik majd le a mindennapi életben is. Olyan jó lenne egyszer hallani arról, hogy látványos változás volt, nem lesz, hanem volt, mert sikeres a politikánk, mert jó döntéseket hoztunk, és ezért most te jobban élsz. Hm? Mikor hallhatnánk ilyet, végre tisztelt miniszterelnök úr, mikor lehet az, hogy nem arról beszélünk, hogy majd egyszer jó lesz, csak most még szar, hanem arról hallanánk, hogy most milyen jó, ugye? Milyen jó, de nem jó, és ez pontosan tudja, ezért nem tudja azt mondani a szemedbe, hogy neked most jobb, mert azonnal lebukna, az azt vetíti, hogy majd jó lesz. Nagyon félek, hogyha ő marad a miniszterelnök, akkor itt soha nem lesz jobb. Beszéltünk már arról, hogy az Európai Unióban is szükség lenne egy versenyképességi fordulatra, és hogy ezzel a problémával gyakorlatilag egyetért mindenki, csak a megoldási utat uh, látják másképp. Mi kellene ahhoz, hogy Európa újra fel tudja venni a versenyt, akár Kínával, akár a távol kelettel, akár az Egyesült Államokkal? A legfontosabb, hogy azt szögezzük le, hogy nem az ész hiányzik, tehát nem intellektuális probléma állunk szembe. Tehát egyre másra születnek meg azok a tanulmányok, és hangoznak el azok az előadások, amelyek reálisan vetnek számot a helyzettel. Tehát a volt olasz miniszterelnöknek a jelentése, ami drági jelentés néven kísértetként járja be Európát, az világosan beszél a bajokról. Tehát, tehát nem hivatkozhatnak a döntéshozók arra, hogy valami szellemi értelemben nehezen megoldható feladat előtt állnak, mert ezek meg vannak oldva, hát el van, leírják, le, le elmondják, mit kéne, meg kellene csinálni ennek a megcsinálásnak bizony éppen Orbán az, aki rendszeresen keresztbe fekszik. Most az egyik legfőbb állítása, hogy a belső piac erősítése az, ami valójában Európának tényleges védelmet adna. Hogy Európának szüksége lenne arra, hogy egységesen tudjon felépni, hogy egységes legyen a gazdaságpolitikája, egységes legyen a külpolitikája, egységes legyen általában, és a belső piac irányába dolgozzon. Most ez az, amit Orbán nem tesz meg. Mindig azt mondja a figyeled, hogy az unió pénze helyett mi majd hozunk máshonnan Kínából, oroszoktól, bárhonnan, arab világból véletlenül sem Európa felé politizál, hanem megosztja azt. És aztán nem hogy hát itt tudnák, hogy mi a jó, csak nem csinálják meg, mert nem hagyjuk részben mi magyarok. Általa. Nem mi magyarok, ő. Nem, nem tudják megcsinálni. Most ennek számos oka van, hogy nyugaton miért nem tudják megcsinálni, de ez engem kevésbé érdekel, megmondom őszintén, sokkal inkább érdekel engem az, hogy mi magyarok meg tudjuk-e. Meg tudjuk-e csinálni? És szerintem azt, amit a, a, ezek a tanulmányok, elemzések a versenyképességről írnak, azt meg tudjuk csinálni. Az első és legfontosabb dolog, hogy úgy nem lehet versenyezni, hogy három-négyszer nagyobb energiárat fizetsz, mint a versenytársaid. Egy pillanat, ugye erről beszéltem az előbb, de az itt elismételném helye van. Magyarország a versenyképességi listákon folyamatosan csúszik le. Az Európai Unió átlagába bizony mi benne vagyunk amikor Magyarország folyamatosan 8 helyet, 5 helyet csúszik le évről évre ezeken a listákon, akkor húzza le Európát. Tehát az elő hiába példáulzik, hogy mi majd meg tudjuk csinálni szemben Európával, mert lehet, hogy Európa szarban van, de mi vagyunk a legnagyobb szarban. Az a verseny, az esélytelen, be se nevezzél, elbuktat, véged van. Hát úgy nem lehet egy amerikai céggel versenyezni, hogy ő az, az ő elektromos áramszámlája vagy gázszámlája négyszer-ötször kisebb, mint a tied. Hát olyan cég nincsen Európában, amik ezt ki tudná gazdálkodni. Ez, az, ez, az, ez a legfontosabb dolog. A másik, hogy nem lehet kibírni a magas adókat. Tehát nyugaton adókat emelnek. Nyugaton adókat emelnek. Magyarországon meg nem is hallottunk még arról, hogy ez egy külön adó. Magyarországon olyan kiszámítatlan az adópolitika, hogy gyakorlatilag menekülnek innen a befektetők. Egyre kevesebb működő tőke jön be az országra, országba nyugatról. Kínából még úgy, ahogy csepeg, egy lapra feltéve mindent, az elektromos autókra, illetve az akkumulátorgyártásra, semmi másban esélyünk nincs, gyakorlatilag egy összeszerelő üzemmé degradálja az országot és a lakosságot, minden egyes értékteremtő munka kiszerveződik az országon kívülre, itt pedig marad az igazából hozzáadott értéket nem adó, nem teremtő munkaerő állomány. Hát az van, hogy ezt pont, ha valaki egy kicsit is ért hozzá, darabra szóról szóra tudja cáfolni. Magyarország az egyik legrosszabb helyzetben az Unión belül, és mi húzzuk le bizony az unió átlagát. Tehát ha, ha a cégeket, a vállalatokat, meg az embereknek a jövedelmét megterheled adókkal, akkor elveszíted a versenyképességet. Adót kell csökkenteni. Nyugaton rajtunk kívül szinte senki nem csökkentett adót az elmúlt időszakban. Mond már, hogy hol csökkent a te adód. De tényleg, tök kíváncsi vagyok, hogy személyesen te Hol fizetsz most kevesebbet? Mert én mindig csak drágulást hallok, túl azon, hogy egyébként azokat az állami szolgáltatásokat, amiket elvileg az adódból kéne, hogy finanszírozzanak, nem kapod meg. Az egészségügy, az gyakorlatilag, hogy mondtam, összeomlott, és már egyre többen kénytelenek az állami egészségügyet otthagyni, és magánpraxisban fizetni az ellátásukat. Hogy egyre többen kénytelenek, hogyha minőségi oktatást szeretnének kapni, a gyereküket valamilyen fizetős iskolába vinni, legalábbis próbálkoznak ezzel, akik még megtehetik. Mert hogy az állam az alapszolgáltatásokat sem nyújtja az adótból, és emellett egyébként még az adók száma ez amikor Orbán átvette a kormányzást, mert 50 környékén voltak az adó nemek Magyarországon, most megint 60 fölött járunk. Tehát lehet, hogy ő úgy éli meg, hogy ő csökkenti az adókat, de valójában az élet sokkal drágább, mint amikor ő kormányra került. Tehát én, én abban bízom, hogy mi ezt mind meg tudjuk csinálni, és mi ezt összeraktuk. Hát ugye 2010-ben, amikor ezt a nagy Czórezba, ha szabad így fogalmaznom, átvettük a kormányzást, hát azóta egy másik Magyarország áll előttünk, hogyha a tőkerejét nézzük, ha a vállalkozókat nézzük, ha a családok anyagi helyzetét, ha a megtakarításokat. Persze gyötörnek bennünket mindenfajta bajok, de hát Magyarország 2010-ben elindult egy úton. Most azt tudnod kell, hogy Bajnai Gordon volt, aki rendben rakta a 2008-as válság után a magyar gazdaságot. Orbán már egy olyan pályán kapta meg, amit akár vihetett volna tovább, és akkor valóban jobb országban élünk. Ehelyett olyan szinten harapozott el a korrupció, és olyan szinten lett működésképtelen a gazdaság, hogy ő neki most 14 év kormányzás után nem arról kéne beszélni, hogy majd egyszer jó lesz, hanem hogy mit teremtettünk meg, és tényleg jobb neked. Nem ismétlem vissza, amit eddig a lehető legkevesebbet keresünk ma az unió átlagához képest. A lehető legkisebb perspektíva áll előttünk, hiszen a versenyképességünk a béka segély alatt van, nem jön ide befektető, és nincsen esélyünk normális egészségügyet, oktatást, vagy akár gazdaságpolitikát kapni. Ezt sikerült ez alatt a 14 év alatt letenni az asztalra, és persze az ígéretek, hogy majd jobb lesz. Most annyiban más a helyzet, hogy közben a világban előállt egy, egy 2010-ben még előre nem látható helyzet hogy Európa versenyképessége az elmúlt tízegy néhány év történése miatt lecsökkent, amerikái meg kínái feljavult. És Európa erre a helyzetre egy bezárkózással, blokkosodással, védővámokkal, alapvetően egy sündisznó állással reagál. alapvetően ugye arról van szó, hogy az Unió normálisan gondolkodó tagjai belátják, hogy ilyenkor bizony össze kell fogni, hogy a tömbösödés az nem ördögtől való, hanem az jó, mert minél nagyobb a gazdasági erőd, és nyilván összefogva nagyobb, mint egyesével külön-külön, annál jobban tudod képviselni az érdekeidet. Ezért szerveződnek az emberek általában is közösségekbe. Vagy egy közösség ereje túlmutat azon, mint az egyes emberek ereje egyesével összeadva. Ettől jó közösség tagjának lenni. Ettől jó az unió tagjának lenni egyébként. Ezt látják ott, ez ellen dolgozik Orbán. Ami rossz, ha mi is ezt sündisznóállást veszünk föl, és becsukjuk a szemünket a valóság előtt, és homokba dugjuk a fejünket, eh, ahelyett, hogy versenyeznénk, hogy megértenénk, hogy többiek miért jobbak, beazonosítanánk, hogy hol vannak az előnyeik, azokat utána behoznánk, a saját reformjaink révén mi is előnyösebb helyzetbe hozunk. Tehát, ha nem, nem versenyzünk, hanem bezárkózunk, akkor egyre rosszabbul fogunk élni. Ezt Orbán mondja, hogy ha nem versenyzünk, hanem bezárkózunk, miközben Magyarországon verseny pont nincs. Itt van egy protekcionista gazdaságpolitika, aki fideszes, az kiszolgálják a te adódból, az uniós támogatásokból, és minden másból, és a verseny gyakorlatilag ellehetetlenítik. Sajátjuknak kedveznek, minden más szorítanak ki, mint egy sündisztó. Kifele tüskék, befelé pedig ott vagyunk, minden Hát az együttműködés bizony nem a sündisztók dolga. Ezért a magyar politikának az a lényege, hogy amit konnektivitásnak mondunk, vagy gazdasági semlegességnek. Mindenkivel kereskedni kell, mindenkivel versenyezni kell, minden nemzetközi cégben, amelyik versenyképes, valahogy részt kell vennünk. Érted? Részt kell vennünk. Hát ezt úgy mondják, hogy megzsorolják, lenyúlják, és aztán csodálkoznak, hogy valahogy a különböző európai bíróságok ellenük döntenek különböző gazdasági, hát mondjuk így bűncselekmények kapcsán. Mert hogy azért, ahogy most is Orbán Hallani lehetett, ugye, hogy a spárvezér elmondta egy osztrák labban, hogy bizony Orbán Viktor személyesen akarta belobbizni egy rokonát, ki lehet az, a spár tulajdonosai közé, hát ő így látja azt, hogy mi az, hogy verseny. Ez nem verseny, ez nettó bűncselekmény, de pláne, hogy egy miniszterelnök a hatalmával visszaélet követi el be kell társulnunk, együtt kell működnünk, hogy a világban keletkező nagy mennyiségű gazdasági haszonból jusson Magyarországnak is. A háborúról, a nemzeti konzultációról és az új magyar gazdaságpolitikáról is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt. Hát így van, kérdezte a háborúról, mindenről, és egy válasz volt mindig, migránsok. Migráns mindenhol használható, mindig jó válasznak, úgyhogy én ezzel búcsúzom. Bízom benne, hogy kicsit hozzáadtam neked ehhez a képhez, amit Orbán sugalni próbál, mármint, hogy helyére tettem a képet. Ha tetszett a videó, akkor nagyon örülök, és ez a kötelező kör, hogyha lájkolsz, bekövetsz, ha nem iratkoztál föl még a csatornán, akkor feliratkozz rávesz és ráveszel másokat is. Gyere legközelebb is, én is itt leszek. Szevasz!